András Róbert, a fesztivál szervezője, paprikásan, kicsit pikánsan szereti a kolbászt. Először, ha jól emlékszem, vissza 9 csapattal indultunk. Volt már több csapat is, mint most. Most 27 csapatunk van. Volt már 33-34, viszont nagyon sok a látogatónk. Tehát most a látogatóink száma nőtt, tehát még nem volt, hogy ilyen sok ember legyen ilyen reggel itt ezen a futballpályán, ahol van a rendezvény. Vannak a Szlovákiából is van csapatunk, a Magyarországról nagyon sok csapatunk van, azt hiszem 7 vagy 8 csapatunk van, ha jól emlékszem vissza, és a többiek pedig Romániából, minden szögletéből. Viszont az ide látogatók is, tehát nagyon messziről vannak látogatóink, az ország északi feléről, Bukarest környékéről, tehát hogy sokan ellátogatnak, hála Istennek hozzánk. Jól meg kell gyúrni, és finoman kell megsütni. Ezt is pontozzuk a csapatoknál, tehát nem csak a gyúrás van pontozva nálunk, hanem az is, hogy hogyan van megsütve. Tolna vármegyéből több mint 30-an érkeztek, Szekszárdot pedig egy csapat képviselte. Szekszárdról jöttünk. Így, hogy mi is sütünk, ez az első alkalom, egyébként már ötödjére vagyunk itt. Nagyon jól érezzük magunkat, köszönjük, hogy itt lehetünk, jövünk jövőre is. A szekszári csapat rövidített nevének jelentését a Csíkszentmiklósi focipályán nem sikerült kiderítenünk. A csapatunk neve Szekszárdi NSB. A Felvidékről érkezett Viktória és csapata nagyon felkészülten érkeztek a versenyre. A Felvidékről Búcsról érkeztünk. És ez az első alkalom? Nekem igen. Csapatnak már 6.-7. alkalom, hogy itt vannak. Hogy érzed magad? Eddig nagyon jó, nagyon sokan vannak szerencsére, az idő is. Hát hideg, de úgy, ahogy azért lehet bírni, elég tűrhető. Szereted a kolbászt? Persze, igen. És neked milyen a jó kolbászt? Én igazából szeretem a pikánsat is, és a csemegét is, tehát nekem az az igazi, amit otthon készítünk, amit otthon így a szüleimtől is tanultam, meg láthattam, nekem az a legjobb, az igazi. Én a zsűriben vagyok most már Idestova 11. éve, az elsőtől kezdve itt vagyunk, és én Gyuláról érkeztem, úgyhogy egy ottani húsipari cégnek vagyok a vezetője, a kolbászokért felelős, tehát a kolbászok nem esnek távol tőlem, úgyhogy... Én nagyon szeretünk egyébként ide járni, mert borzasztóan jó ötleteket találunk. Itt az emberek nagyon szorgalmasak, nagyon szépen kikészítik az ételekhez a húsokat, szépen elkészítik, jó a fűszerezése neki, és mindig találunk valami olyan érdekes dolgot, amit lehet, hogy majd fel fogjuk használni ezeket a fűszerkeverékeket, mert nagyon szépen dolgoznak az emberek. A jó kolbász az mindig, tehát rossz kolbász nincsen, ott kezdjük, ugye? Hiszen mindenkinek van egy ízlésvilága, az lehet, hogy nekem éppen nem fog ízleni, de viszont úgy kell elfogadjam, hogy az ő ízlésviláguk. És ugye hát, ha ismerjük a kolbászoknak a fűszerezését, illetve a tájjellegű fűszerezéseket, ugye akár Magyarországon is, hogy 20-30 féle tájegységet különböztetünk meg, ahol mindenhol más és más a kolbásznak az összetétel, a fűszerezése. Úgyhogy hát igazából az a jó kolbász, ami jól esik. Tehát az első falatnál, amikor kellemesen esik, ugyanis tehát bennünk emberekben van egy elvárás a kolbászra, hogy az legyen fokhagymás, legyen zsíros, legyen fűszeres, de van, aki ezt nem szereti, illetve nem, hogy nem szereti, hanem valószínű az ősöktől kezdve alakult ki ez a fűszerezés. Tehát tiszteletbe kell tartsuk azt is, hogy valakinek a féltett kincse ez a recept, és lehet, hogy nekik ez a legfinomabb. Tehát nekünk nincsen olyan rossz kolbász, nekünk mindent meg fogjuk kóstolni, és én szerintem mindenki el fogja dönteni saját magába, a zsűri is el fogja dönteni, melyik az. Ugye azt szoktuk mondani mindig egy termékre is, ha bemegyünk a boltba, és szeretnénk vásárolni, egy kicsikét nézzünk szét, és amelyik ránk fog mosolyogni, azt kell megvenni. A Tolna vármegyei motorosok csapata is készített kolbászt. Azt mondták, a hideg hússal nehezebben lehet dolgozni. Azon ide jöttünk, láttunk, hogy ott daráltatnak, és akkor nekiálltunk. Egy az, hogy hűvös van, így kimelegszünk. Mondjuk eddig csak nekem van belegem, de remélem a barátaimnak is az lesz. Aztán ennyi adjából, azt csináljuk, tesszük a dolgunkat. Benedek Árpád zsűritagot is megszólítottuk, aki egyébként Gyergyó Szent Miklósi szakács. Volt szerencsém már az első rendezvényen is jelen lenni, úgyhogy annak már 11. alkalommal, úgyhogy nagy szeretettel jövünk, hogyha hívnak bennünket, úgyhogy élvezet itt lenni. A jó kolbász az mindig illatos, ízletes, zamatos és élvezettel lehet fogyasztani. Nálunk nem ennyire paprikások a kolbászok, tehát inkább egy fokhagymásabb, borsosabb ízvilágban megy el, de most már kezdett jellemző lenni, hogy ugye új ízeket viszünk mi is be a kolbászkészítés alkalmával, úgyhogy már belecsempészünk egy kis köményt, egy kis fűszerpaprikát is, úgyhogy, de csak módjával. A szervezők egy igazi látványossággal is készültek a különféle szórakoztató programok mellett.
Parázson grillezték meg a nap leghosszabb kolbászát, mely 150 méter hosszú volt. A 13-as sátorban a Tolnavár megyei motorosoknál is rendületlenül zajlott a munka. Haladunk, társasággal együtt elég jó támogatásunk van, és a töltéshez, hát ledaráljuk szépen, egy része le van ledarálva, mert elég lassan ment a hús hideg, és lassan ment a darálás. Ezt ledaráljuk szépen, és akkor nekiállunk fűszerezni. Beszélnék a fűszerezésről, de inkább nem, mert azért titkos. Én Pécs, egész pontosan Hollandiából, mert ott élünk, és Zoltánnak köszönhetően itt vagyunk ezen a rendezvényen, de valószínűleg jövőre is itt leszünk, mert jó. A zsűrizésnél nem csak a kolbász minőségét és sütési módját értékelték, hanem a higiéniát, az esztétikumot és egyéb szempontokat is. A bogyiszlói paprika okkal keltette fel a zsűritagok érdeklődését. Csíkszentmiklós friss levegő, kolbász, pálinka, mámor. Kell ennél több a vidám hangulathoz? Nézd meg, milyen ügyesen csinálja. De azt neked kéne csinálni. Estére én is odaadom neked, ha kell. Látom, hogy te nagyon tudod ezt. Gyere, Imike! Oda-vissza tudom húzgálni neked. A Szekszárdiak 12-es sátránál volt a legnagyobb a sor, ugyanis a csípős kolbász volt a legkelendőbb a rendezvényen. Üdvözlöm Önöket, köszönöm szépen a megszólás lehetőséget, Pujó János vagyok. A Békés Vármegyei Közgyűlés képviselőjeként és küldötteként veszek részt ezen a fesztiválon. Nagyon megtisztelő, hogy már másodjára tehetem, és megjeleníthetjük itt a magyar csikós viseletet. Én egy hortobágyi viseletbe, a feleségem egy kékfestős viseletbe érkezett. Bízunk benne, hogy tudunk egy pici színt vinni ebbe a csodálatos forgatagba, és hisszük, hogy ez a fajta gasztronómiai élmény még inkább összehozza a magyarságot. Pál Ádám, a Gyergyószárhegyi önkéntes tűzoltó megosztotta a Tolnatáj TV nézővel gondolatait a pálinkáról. Van a vicc, hogy rossz pálinkát hívott-e bácsi? Igen, milyen volt? Jó volt. Délutánra elkészültek a zsűrizendő kolbászok is. A szekszárdi NSB kétféle kolbásszal is készült, egy paprikás csemegével és egy csípőssel. Volt olyan csapat, akinek nem sikerült jól a kolbászsütés. A zsűrinek nem volt egyszerű feladata, ugyanis közel 30 csapat finomságait kóstolták végig. Felemelő érzés volt látni, hogy négy országból érkeztek kolbászt tölteni, mindannyian egy nyelvet beszélnek és egy nemzetet képviselnek, a magyart.